E credo che ci sia un pubblico di addetti ai lavori, credo ci siano dei giornalisti e degli spettatori che vedranno il film nei prossimi giorni. Gondolom, hogy most itt ugye elsősorban a szakértők, a szakemberek, szakújságírók ülnek, és aztán hamarosan jönnek majd a nézők is a következő napokban. Quindi siete un pubblico in questo caso eterogeneo, quindi è buono per. È un'occasione molto buona, io mi associo ai ringraziamenti al distributore ovviamente e a chi opera perché il cinema italiano, ma europeo in genere, venga visto il più possibile evidentemente. Valószínűleg itt már szimpla, ahogy tetszik, szimpla, egyszerű mozinézők is vannak, úgyhogy a mostani közönség is elég heterogén, és heterogén lesz a következő napokban is, és azt hiszem, hogy lesz az alkalma, hogy elsősorban majd a filmforgalmazóknak köszönhetően, akiknek én is köszönetet mondok itt és most, alaposabban megismerhessék a valós filmművészet jelentősebb legújabb darabjait. Poi, se vogliamo dire una cosa vera, che è anche detta con un po' di ironia, in Europa c'è una nazione che cammina abbastanza bene con le proprie gambe, ed è la Francia, che qualche volta è tanto aggressiva e brava quanto lo sono gli americani, ma questo va bene tutto sommato. Köszönetet mondtunk a magyar filmforgalmazás, természetesen Európában is sok dolga van a disztribútoroknak, a filmforgalmazóknak, és nem iróniával azt is hozzátehetném, hogy a franciák azért szeretnének a saját lábukon nem csak megállni, de még járni is, hogy agresszivitás tekintetében aztán felveszik a versenyt a tengeren túli versenyzőkkel is. Allora, il mio pensiero è che il cinema italiano non sta né bene né male, sta benissimo in certi momenti e per certi aspetti, ma avrebbe bisogno di un'equipe di medici al suo capezzale in altri momenti, grazie. De talán túl jó sincs, bizonyos pillanatokban orvosra lenne szüksége, most orvosra várva, hogy a magyar költő. Non solo per motivi di finanziamento, politici, strutturali, ma... Nem csak a finanszírozás és művészetpolitikai strutturális okok miatt. Anche perché credo ci sia un filo d'amicizia tra Ungheria e Italia, un legame che può spiegare questo, anche perché siamo talmente imprevedibili che ci riescono molto bene le cose complicate nell'arte e nella vita e molto male le cose abbastanza semplici. Azt hiszem, hogy megértik majd, amit mondok, hiszen közismert, önök is jól tudják, mennyire közel áll egymáshoz ez a két ország, ez a két nemzet. Tehát amondó lennék, hogy mi olaszok és az olasz filmészet is úgy van vele, hogy a legnagyobb nehézség pillanatai van, és a legnagyobb nehézségek ellenére képes egészen szenzációs dolgokat előrukkolni, és ezt most már elég régóta gyakoroljuk. Questo lo dico perché per introdurre questa selezione di 9 film, alcuni dei quali saranno anche nelle altre città, altri meno, dipende poi sempre dal lavoro dei distributori locali, insomma c'è la possibilità che a Bratislava piuttosto che a Cracovia, a Praga ci siano qualche altro film, eccetera. Però questa è una selezione importante basata su film che sono stati presentati a festival di rilievo dal Festival di Cannes in poi, da maggio in poi. Quindi è una selezione indicativa, molto importante. Azt hiszem, hogy ez a válogatás, amit majd lesz alkalmunk megnézni, 9 filmről van szó. Zárójelben megjegyzem, hogy ez esetleg nem mindenütt lesz 9 film, mert aztán a forgalmazóktól, érdeklődésétől is függ, hogy van olyan város, mint tudom, Pozsonyban lehet, hogy kevesebb lesz, máshol lehet, hogy több lesz. De mindesetre azt mondanám, hogy ez a válogatás a legjavát hozza azoknak a legjobb filmeknek, amelyeket a májusi Cannes Film Fesztivál óta a nemzetközi közönség látható. Quindi io in questo momento, prima che vediate il film, Perfetti Sconosciuti, e magari mi riservo per dopo di dire qualcosa in più sui film stessi, se avete voglia di ascoltarlo, ma c'è una introduzione quindi sui film singoli, magari insomma, si può parlare eventualmente dopo, ma ci tenevo a dire 3 cose brevi che riguardano il cinema italiano fondamentalmente. Azt hiszem, hogy azért, mint hogy ez egyfajta bevezető rész, illene valamit szólnom a többi filmről is, nem csak arról, amit most itt bemutatunk, de mielőtt még, és akkor bemutatnánk, utána fogok beszélni, utána fogom nagyjából röviden ismertetni a többi filmet is, de mielőtt bemutatnánk, levetítenénk ezt a
perfetti sconosciuti, teljesen idegenek című filmben, hogy engedjék meg, hogy három dolgot kiemeljek. Ho detto che il cinema italiano sta molto bene, è vero, ha vinto dei premi ultimamente, anche in tante sezioni e festival importanti, molti film italiani, soprattutto opere prime e seconde, vengono sempre più richiesti in tutto il mondo negli ultimi 5, 6, 8, 10 anni da vari festival, e questo vorrà dire evidentemente qualcosa, e c'è sicuramente un nuovo modo di guardare, accennava anche il direttore Borghese, un nuovo modo di guardare in cui la realtà viene filtrata da un altro modo, appunto, rispetto a 10-15 anni fa, che non è quello televisivo, che non è quello della solita ancora vecchia tradizione, è un modo nuovo di guardare alla realtà, e questi sono esempi importanti, ce n'è qualcuno anche qui. Azt mondhatnám, hogy az orosz színművészet egyfelől nagyon jól van, rengeteg díjat nyert, rengeteg fesztiválon van jelen, különböző szekciókban is nagy sikereket ért el, elsőfilmesek, másodfilmesek szekciójában is, nagyon sok egyéb téma szerinti felosztás kategóriában is. Nagyon nagy az érdeklődés a fiatal és nekevésbé fiatal olasz filmművészek iránt, de még kiemelném azt is, hogy azért is érdeklődnek nagyon a nemzetközi filmfesztiválok az olasz filmművészet után, mert azt látják, és a nézők előkésebb meg is győződhetnek, hogy a valóság érzékelése és tükrözése újfajta módon, elemzése újfajta módon valósul meg ezekben a filmekben. Nem a régi televíziós sémák szerint, amik 15 évvel ezelőtt történtek, hanem egy teljesen új módon, és azt hiszem, hogy ebből a szempontból, mint ahogy mondtam az előbb, csatlakozhatok ahhoz, amit az imént Borghese igazgató mondott. C'è in questa rassegna, per esempio, c'è un'opera, sono due opere prime, due debutti. Két első filmes bemutatkozás is lesz ebben a filmfesztiválon. Un secondo film. Lesz egy második film is. Tre molto importanti, tre opere terze, che insomma per arrivare all'opera terza non è semplice in Italia, vuol dire che la strada insomma si sta facendo. Il harmadik film az Oroszországban az eléggé nehéz munka. Nagyon sok nehézséggel kell együtt nyugdánk, és az ember egy harmadszor is nem veszessen filmet. E sono sei di questi nove, a parte due eventi speciali, siamo occupati come selezione. Questo è già importante, vuol dire dei registi giovani, non necessariamente vicini gli uni agli altri come stile, ma dai quali, vedendo questi film, ecco, si può capire in che momento è anche l'Italia come società e come individui, come persone, eticamente e anche da un punto di vista proprio di carattere italiano. Cambia. Azt hiszem, hogy a filmek, amiket bemutatunk, azok majd talán érzékelni is lehet. Nem éppen azt mondom, hogy különböző korosztály, mert nagyjából fiatal filmeseknek az alkotásról van szó, de különböző stílusú embereknek a munkáiról, ez a stílus ez eléggé különbözik egymástól, és azt hiszem, hogy nagyon érdekes lenyomatát adják az olasz társadalomban végbemenő változásnak, általában az olasz karakternek, hogy nézünk ki mi olaszok, erről is egy érdekes képet nyújt ez a válogatás. Quindi, venendo il nostro cinema, come credo sappiate, da due eredità, di quelle pesanti, magnifiche ma pesanti, che sono il famoso neorealismo del dopoguerra. Amit azt tudják, tulajdonképpen két nagyon értékes, de ugyanakkor nagyon súlyosan ránk nehezedő örökséget visel magával, ezt tudja a neorealizmus örökségét. E la commedia che è nata appunto già a metà anni 50, è andata avanti, la commedia si diceva all'italiana, che è andata avanti fino, credo, all'inizio degli anni 80 e poi sono arrivati nuovi comici importanti. Comunque la commedia, che è un po' il nostro, si dice, marchio di fabbrica. E sostanzialmente la commedia all'italiana, az olasz filmvígjátékoknak a sora, amelyek az 50-es években indultak, egészen a 80-as évekig tartottak, aztán jöttek új nagy komikus színészek. Azt hiszem, hogy igazából egy kicsit az olasz filmvészetet azonosítják a commedia all'italiana márka névvel. Quindi con queste due eredità, per i registi che sono venuti
fuori a fine anni 80-90 non è stato semplice. Ma oggi nem volt egyszerű leküzdeni ezt a két nagy örökséget, vagy felnőni hozzá a fiatal rendezők számára a 80-as, 90-es években. Ma viszont... Come credo anche negli scorsi anni è stato visto qui a Budapest e si vedrà quest'anno, c'è non solo una nuova generazione, perché poi sarebbe anche riduttivo, ci sono molti sguardi diversi di persone, lo ripeto, che guardano all'Italia in un modo che tiene conto del passato, ma che sicuramente sta cercando di parlare in maniera cinematografica e nuova, senza pregiudizi, senza autocensure. De úgy gondolom, hogy most már, és ezt az utóbbi években láthatták, és aztán az idén is jól fogják látni, egy olyan új generáció jelentkezett, amelyik mindenféle öncenzúrák és mások cenzúrák nélkül is egészen új módon fogalmazza meg, egy újfajta mozinyelven fogalmazza meg a orosz társadalom mai valóságát. Quindi senza fare nessuna classifica, assolutamente, Non szeretnék itt rankingeket, sorrendeket megállapítani, de... Sotto questo aspetto i film come Indivisibili, az come... Az filmek, mint például az Elválaszthatatlanok. Fiore. Vagy a Fiore. Esatto. E le due opere prime, Le ultime cose e La ragazza del mondo. És a két legutóbbi, Le ultime cose, az utolsó darabok és a magyar cím félrevezető, vigyázott. Sono più di altri degli esempi importanti. Nem a nagyvilági lány, erre vigyázzanak, mert szó sincs nagyvilágiról, nem arról van szó, hogy nagyon szeret élni, hanem a világi lány, ahogy tetszik, egyfajta szekuláris, vagyis a jehovista szintársulaton, bocsánatot kérek a jehovistáktól, tehát azokon kívül eső valaki, aki ki szakad ebből a világi lány. Ez egy nagyon fontos különbség. Scusi lei. E quindi sono esempi molto importanti. Per quello che stavo dicendo prima. Poi, ultima cosa che volevo segnalare. Poi c'è un film di un grande regista che è Marco Bellocchio, che forse ha 77 anni. È uno dei più giovani registi italiani. Aztán ott van még Marco Bellocchio is, egy nagyon nagy filmrendező, ugye amikor is 39-ben született, 76-77 éves, az egyik legfiatalabb orosz rendező, minden szempontból, így kell. Di una importanza davvero fondamentale ancora oggi. Ma is alapvetően fontos, az sokat mondó az önművészete. Poi vorrei dire due brevi cose su Perfetti Sconosciuti. Perfetti Sconosciuti. És aztán itt vannak ugye ezek a teljesen idegenek, ez a mostani film címe. È una commedia che è venuta fuori da un'idea apparentemente semplice. Látszólag egyszerű ötletből született, jött létre ez a játék. Poteva venire chiunque, è venuta un regista. Bárkinek eszébe jutott volna, véletlen egy olasz rendezőnek. E vedrete il film, ed è un film che ha incassato moltissimo, anche più di quanto loro stessi produzione e distribuzione si aspettassero. És sokkal nagyobb sikerre és pénzöket szert, mint amit maguk a gyártók és a filmalkotói, a producerek és az alkotók vártak volna. Ha vinto un premio al Festival Tribeca Film Festival per la sceneggiatura. A Tribeca Film Festivalon elnyerte a legjobb nem rendezés, hanem forgatókönyv díját. A testimonianza del fatto che le commedie, quando hanno la C maiuscola, possono entrare in un circuito di festival ed essere approvate proprio come film per tutti, per i critici, per il pubblico. Annak a bizonyítékaként, hogyha egyszer valami valóban kitűnő, és ez nem csak üres szó, akkor egyszerre szólhat mindenki, ez mindenki elismerését is elnyerheti, úgy a kritikusokét, mind a nézőkét. E ha nel cast dei protagonisti alcuni degli attori fra i 40 e i 50 anni più importanti di questo, diciamo, nuovo modo di essere attori nel cinema italiano. És olyan 40-50 éves színészek is szerepelnek a filmben, akik nagyon illusztrálják azt, hogy hogyan lehet egy újfajta mozit megcsinálni.